emberi erőforrás fejlesztési operatív program, ez is segítheti a társadalmi felzárkózást, mondta a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés elnöke a konferencia előtti tájékoztatón. Sesztek Oszkár hozzátette, ilyen fejlesztési törekvése a megyei önkormányzatnak is van. Települési önkormányzatokat jó értelemben megszervezve, humán kapacitással ellátva őket, olyan helyi fejlesztéseket tudjunk elindítani, amelyek képzések, átképzések, kompetenciafejlesztés révén olyan segítséget adnak a helyi településeknek, önkormányzatoknak, embereknek, akik még a közmunkában vannak, hogy át tudjanak lépni a munkaerőpiacra. Át tudnak lépni a valódi munkahelyek világába. Erre ad lehetőséget számunkra, illetve a megye valamennyi önkormányzat számára ez a bizonyos EFUP program, amelynek kedvezményezetjeiként települési önkormányzatok lehetnek. Ebben a megye önkormányzat szervezőként, közösség fejlesztőként vehet részt. A tájékoztató után konferenciát tartottak a megyeházán a rendezvényen, a szövetség a hátrányos helyzetű térségek fejlesztéséért elnöke kiemelte, a felnőtt képzés és a munkavállalók átképzése is segíthet a hátrányos helyzetű térségek fejlesztésében. A kormány egy 2015-ben záródó program keretében létrehozott országosan 17 felnőtt átképzési központot, ez egy innovációs és oktatási közösségi központ lett. Ezek a központok alapvetően az LH-s térségekben jöttek létre, a leghátrányosabb helyzetű kis térségeinkben, és mi azt gondoltuk, a térségben élő egyesületek, önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások, hogy segítenünk kéne a kormány munkáját valamilyen módon, például úgy, hogy ismertetve velük egy hatékonyabb rendszer reményében azt, hogy milyen adottságaink vannak, milyen lehetőségeink vannak, milyen infrastruktúránk, humán erőforrásunk, ezzel támogatva a programoknak a hatékonyságát, annak a szervezését. A szövetség több mint 70 önkormányzatot fog össze, így tevékenységével mintegy 200 ezer állampolgárt ér el. A nyíregyházi konferencián résztvevők célja, hogy a szövetség bővüljön és erősödjön a társadalmi szereplők együttműködése annak érdekében, hogy fejlődjenek a térségbeli hátrányos helyzetű területek is.